Tisztelettel üdvözlök mindenkit, hölgyek, urak, fiatalok. Hát képzeljétek el, hogy ma egy olyan Istennek nem tetsző dolog történt, illetve nem ma, hanem jobban mondva tegnap, hogy itt az egyik szomszéd beköttette magának ezt a fiber optik, ugye ez a üvegszálas vezetéket, és nekünk már régebben be volt kötve, és gondoljátok el, hogy most nem akarok kimenni, levenni azt a részt. Itt van egy ilyen aknaszerűség, ahol behúzták, így a járda mellett be van húzva ez az egész dolog ugye a föld alá, és ugye milyen már rá van kötve, a föld alatt jön be az egész egyébként, itt a kertbe, kerten keresztül, és elkezdtek ott dolgozni, én meg itthon voltam, és egyszer csak megszűnt a, nekem a, az internetem, megszűnt a tévéadásom, megszűnt minden. Először azt hittem, hogy csak egy ilyen kis, valami kis, bármi ilyen kontakthiba, vagy a fele tudja, mi nem. És kérem szépen, nem jött vissza. Újraindítottam ott minden nyavaját, szóval semmi nem jött vissza, és akkor közben látjátok, amit csinálok, hogy a, nem csak a számjár, szóval a nap a kebicset meg fogjuk főzni, right. És fordulok vissza, szóval mindjárt értelmet nyer, amit ki akarok ebbe az egészből hozni, hát én azt hiszem ezt a három levelet, ezzel most nem szórakozok. Majd valamelyik levesbe jó lesz csak belerakni. Jó, pillanat. Hát szóval, ami a lényeg, hogy gyönyörűen lekötötték az én drótomat, és hát a vezetékemet, ugye? És az övét meg rákötötték. Na de hát, ezt én nem tudtam, én itt benn voltam a lakásban, ugye? Alatt csak ki kellett volna nézzek, de nem néztem ki. Álmos is voltam, mint ahogy most is az vagyok. És kérem szépen, mindegy, fölhívtam a feleségem, szóval neki szóljál már oda, hogy mi van, már később, mert nincs semmi, se tévé, semmi, és akkor, hát azt mondja, 40 percet várakoztatták, holdra tették, 40 perc, és gondoljatok bele, hogy utána meg azt mondta, hogy majd hát körülbelül 2 hét múlva ki tudnak jönni. Na, most nem akarok csúnyán beszélni, hogy mit csináljanak a kedves szülőkkel, ugye egy gyomorra, de hát aztán, akkor majd én mindjárt fölhívom őket, de aztán mégsem lett, és akkor megint valami, hogy nem egyezünk ebbe bele, meg ez, meg az, így, nem, hogy... Na, ment a húzabon, na, azt mondja, jó van. Nagyon-nagyon szorosan azt mondja, holnap reggelre, mármint ma reggelre, 8 órára a legelső autót, azt mondja, ki tudja küldeni. Mert mi mondtuk neki, hogy mi gyanakszunk arra, hogy itt nem a lakásban van a hiba, hanem ugye a kettő összefügg, mert ott a füvön hagytak kint vezetékeket. Azt mondja, hát azt majd beássák, mit tudom én mikor, máma vagy hóra. Azt mondja, még nem végeztek ott. Hát mondom, akkor nem egyszerű van, ide is bejönne a kurva nénikét, ha már egyszer itt van. Na hát az be is jött az ürge, és akkor mindjárt elkezdett így bocsánatot kérni. Azt mondja, közben rájöttek, azt mondja, hogy ők a hibásak, mert azt mondja, lekötötték a mi drótunkat. Illetve nem, hogy lekötötte, hanem ott szét kellett bontja, lejött, összekötötte az ujjal, és ezt meg nem kötötte vissza. Á, franc, egye meg a kurványádat. Jó, ez megy a kutyáknak, majd később. Következő. Na most, hogy jártam? Hát, ugye megjöttem reggel 6:30, és akkor azt mondja a feleségem, nehogy elaludj, azt mondja, mindjárt jönnek. Jó, van.
És... Hát, gyerekek, itt azért én ledőltem itt a nappaliba. Ha én bemegyek a nagy ágyba, hálószobába, és ott fekszek le, akkor itt nekem düböröghetnek, és ő nem ébredek. Közben kövessétek, amit csinálok, nem kell sok kommentár hozzá. Csak ugye közben a sztori is hagyd menjen, hagyd szóljon, történet. Ez lengyel kolbász egyébként, aprítom. Na, és a lényeg, hogy bealudtam. De szerencsére, igen, elég szarul hallok, szerencsére odaraktam a telefont is. Egyszer csak olyan túlvilágról hallom, hogy kukurikú, ugye szól a telefonom. Nézek, azt sem tudtam hol, mert le volt izzadva a fejem, minden. Ah, azt mondja feleségem, hogy menj, nyisd már az ajtót, ott vannak, azt mondja, ez meg az. Ó, hogy bassza meg, azt sem tudtam, hogy hol vagyok. És ez volt 9:30, gyerekek. Hát még jó, hogy lefeküdtem. Illetve hát nem lefeküdtem, de nem úgy, hogy nem tud, én így nem tudok rendesen aludni, hogyha... Tehát úgy aludni, tudjátok, miről beszélek, hogy mélyen. De azért bealudtam. Ha nem szól ide a telefonon, nem ébredek föl. Kutyák nem ugattak, azok is aludtak. Akkor most mit csináljunk? Mindenki aludt. Na, aztán lényeg, hogy megcsinálta. Mondom, most már jól van akkor végre. Ez rendben van. Ezt is belerakom. Ezt a paradicsomot. És kérem szépen, bementem, elaludtam. És ez volt 2 órakor. Ugye itt, közben itt megéheztem, reggeliztem egy kicsit, nem sokat. És 2 óra volt, hogy elaludtam, és most van, hány óra van? 16:30, gyerekek, és nincs kész kaja, semmi. Csináltam ilyen csirit, az a fiam elvitte, neki csináltam. A mi kész kajánk meg már elfogytak. Hát. Na, mondom, most mit csináljak, így hirtelen. 16:30 van, évi 5 körül itthon van. Na, mondom, valamit megnéztem, mi van itthon. Sok minden van itthon, mert én mindig vásárolok, tudjátok. Összedobok egy kis izét most ilyen. Ilyen kis babot. Kolbászt. Bab, kolbász, hagyma. Szóval összepofozok valami kis kaját. Így kapásból. Amíg itt mesélem ezt a sztorimat. Na, szóval így jártunk. De a lényeg, hogy van internet, van, minden rendben volt. Hát végül csak annyit kellett csináljanak, hogy ugye mi a fene. Ott visszakötötte, letesztelte, és akkor itt ugye a routeremet újra kellett indítani. Jól látszik minden? Remélem. A routeremet kellett újraindítsam. És azért, az már mindjárt be is jött az internet, szerencsére. Viszont a tévéadással baszakodott itt vagy 1/2 órát, mert újra kellett kódolja a dobozokat. 3 dobozon van, és van egy csomó ilyen digitális fizetett csatornám is, úgyhogy Smart TV-re rányomva ugye digital csatornák, és akkor ezeket ott kódolgatta, meg a telefonjával ott baszakodott, meg mit tudom én, szóval vagy 1/2 órát ott szenvedett vele. Aztán visszarakta. Na, és akkor most csak felébredtem, na mondom, csinálok kaját. Hát most ezt kezdtem el. Úgyhogy kicsit hosszú volt a sztori, nem? Hát el kellett mondjam, úgyhogy még annyi, hogy még ma megyek. Még ma mennem kell, aztán már holnap szabadnapos vagyok. Halat fogok megint készíteni holnap. Ebből biztos, hogy fog maradni, amit most csinálok. És
Hát viszek is belőle egy kicsit, meg hát majd a gyereknek adok. Segítem a fiamat, a lányomat is segíteném így, de hát ők nem esznek ilyen kajákat, ezt a fajtát. Hát ez van. Na ezt összevágom, ezt a hagymát. Jó, azt már is ide beletesszük. A hagymaurat. Most egy kis zsírt fogok használni, nem olajazok. Kis disznózsírt. Oké. Okay. Na, annyit csináltam, hogy összevágtam azt a három külső levelet is, lemostam. Jó, apróra összevágtam és beletettem ide. Szóval meg kell főnie. Right, szóval ez a mennyiséghez nyugodtan egy jó olyan, igen, körülbelül ennyi lapok. Hát egy evőkanálnyi chicken base. Rossz csiken, sült csirke alap, hát így írja, tettem bele. Jó, egy teáskarányi majoranna, és kávéskarányi őrölt fekete bors, és szintén egy teás, vele nem teás, kávéskarányi őrölt. Ebből picit lehet többet, hát egy majdnem tejáskarányi őrölt kömény, amit még ehhez az alapléhez, káposztához tettem, és hát ezt most meg kell főzzük puhára. Jó, elkezdett barulni a hagymám, ráteszem a édes paprikát, kicsit összerántjuk. Jó. Hát én teszek egy olyan két evőkanálnyi fokhagymát, egy-két perc. Aztán figyeltétek, hogy itt egy kicsit megsütöttem a hagymát, tehát nem csak megüvegesítettem, hanem van némi színe is. Fontosnak tartottam elmondani, nekem kell az a pörk íz most ebbe az ételbe. Jelen legyen. Jó, és ahogy a fokhagyma illat megjelenik, aktivizálja magát, ráteszem a kolbász darabokat, és egy kicsit átsütöm. Oké? Okay. Picit megtörtődik a kolbászokat is. Így paprika minden nélkül. Jó, most már úgy látom, eljött az ideje, hogy ezt a virsliket is ide, ebbe a levesbe, ugye belehúzom, és teljesen ugye addig fogom főzni, míg a káposzta tökéletesen áttempúgul. Right. Haladunk. A hölgyek, urak, rendkívül érdekes dolog fog most történni, ugyanis egy jó pupos evőkanál piros paprikát ugye rápattintok. Igen, ezt elkeverem. Úgy van, egy picit megvárom, míg megjelenik az illat, és már is ugye ráhúzom az apróra összevágott paradicsomot. Oké. Okay. Így. Éppen elkeverjük. Megrogyasztod a paradicsomot, kérem. Jó. Magyar ízek. Kömény. Örök kömény. Fekete bors. Ízlésed szerint fűszerezel. Ugye majorannát kihagyom. Viszont majd petrezselyem zöldjét fogok rátenni majd a végén. És só helyett pedig ugyanúgy ezt a bészt fogom használni, nem rontsa el, így, és akkor majd szépen csoródódik, ahogy föl lesz öntve. És babszival, babnak a főző leve majd ezt szépen csoródja. Úgyhogy sót nem teszünk külön még bele. Mit szóltok hozzá?
Jó lesz? Jó, paradicsom megadta magát, mint látjátok, gyönyörűen beszaptosodott minden. Most jön el az az ünnepélyes, nagyszerű pillanat és jelenet, amikor ráteszem a pinto beans-t, főző levével együtt. Elkeverjük és meglátjuk, hogy kell-e még hozzá folyadékot tegyek, lét, de azt hiszem, hogy nem. Semmit, gyerekek. Ez így marad. Úgy van. Jaj, de jó néz ki. Oké, és most már egy olyan jó evőkanálnyi, akár több is, petrezselyem zöldjét, ha van fa is, ha nincs, akkor szárítottat. Oké, és ezzel egy olyan 15 percet nyugodtan, lassú tüzön átfőzzük az egészet, és nem teszünk hozzá semmi mást, se vizet, semmit. Hagyjuk szépen, hogy összefőjön, és kész. Be is takarom, és akkor ennyi volt a bab. És a végére marad egyetlen egy feladat még, hogy hát ide teszek egy jó pulpos evőkanál lisztet, zsír, igen. Nagyon pici olajat öntöttem hozzá, mert a liszt felszívta nagyon a zsírt, és hát ilyen kásás volt, úgyhogy egy kis olajat tettem hozzá. A rántás készítést már nagyon sokszor mutattam, ugye? Emlékezetem szerint. Ugye itt az arany, aranybarna, vagy zsemle, lájtos, light barna, tehát ilyen meg kell pirítani a lisztet, ez a lényeg. Szóval ne legyen elégetve se, úgyhogy nem használsz nagyon erős tüzet. Így körülbelül, ahogy látod, kétharmad, háromnegyed, ez tökéletesen megfelel, és mindjárt jó is. Jó, hát megvan az a szín, amire vártam, és ráteszem a paprikát. Óvatosan. Egy picit várok, eligazítom, kiengedi a színét, igaz? Jó. És azonnal meg fog változni az illat. Nem fogjuk megbarnítani a paprikát, elégetni. Igen, most, és már le is vettem, és ráteszem a vizet. Oké? És itt szépen nyugodtan elkevergessük. Annélkül, hogy ráraknám vissza a tűzre. Még teszünk hozzá vizet. Nem tudom, megy-e a kamera. Jó, ment a kamera. Oké. Na most hát ez rohadt sok lett, nem baj. Nem gond. Annyit fogunk belerakni, amennyi kell. Amennyit felvesz a leves, és többi az. Többire nincs szükség. Jó, ezt lezárjuk. És akkor egyelőre ezzel kész vagyok. Látjátok, hogy nem csomósodott be? Ja, kurva sok lett. Fele is sok lett volna, nem kellett volna ennyi. Nem baj. Jó. Na, közben Év is, Beát. Szóval csak annyit teszek bele, amennyi kell. De valamennyire be akarom sűríteni, nagyon, de valamennyire. Meg ugye a íz is kell nekem. Még teszek csak. Ja, hát ugye a fele majdnem is megy. Igen. Csátok? Ja, azt hiszem így jó.
Oké. Nos kérem, itt a végeredmény, hát jó kis magyar kaja lett. Na most ízlésed szerint dekorálhatod, hát akár hagymaződje. Én ezt a, hát egy kicsit hajadzik ugye a frankfurti levesre, én úgy szokom fogyasztani, a évi az csak tejföllel, hogy teszek bele egy evőkanál tejfölt, és egy csepp ennyi kis citromlét. Én szeretem így egy kicsit megsavanyítani, és ennyi az egész. Ezt pedig simán most kenyérrel fogjuk enni. Oké? Okay? Egy közös kóstolás. Tejfölt teszel? Még nem tudom, először így megkóstolom. Megkóstolod csak annék. Ja, teszek. Teszel egy kicsit? Mm-hmm. Én raktam bele citromlét, azt tudom, hogy te nem raksz. Ez most ezzel a napakebicsel lett csinálva. Nem kell a káposztával. De ez egyébként ugyanolyan. Semmi különbség. De némi kis különbség van, de nem kár, nem a... Jó, tejföle, jó. Ja, szerintem ez így tökéletes. Jó? Nézzük ezt a kolbászos babot. Ezt erre lehet persze erősebb tenni még, mit tudom én, kenyér. Nagyon jó. Nagyon jó. Tényleg jó. Hát gyerekek, elnézést a mai. Nincs viccelődés, fáradt vagyok. Fáradt is voltam, meg az is leszek, de holnap már szabadnak vagyok. Na. Holnap tök főzeléket fogok készíteni. Mit szóltok hozzá? Úgyhogy várnak benneteket szeretettel. Gondolom ti is engem, illetve minket. Addig is maradok tisztelettel, Jani voltam Floridából, eszünk és én megyek még egy kicsit alszok, mert még éjszakára mennem kell. Sziasztok, jó egészséget, bye bye!